Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A 3 kérdőjeles jóslás március 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme jelenti az érzelmeket, és pontosan így gondol rád, mert te vagy ez a királynő, ami összeköt benneteket, ezek a mély érzelmek, és mivel ez a gondolata, ezért ő ezt tudja. És most megtekintjük a következő kártyát, és az mutatja az ő érzelmi világát. Ez a kép utal egy húzavonára. Ezek lehetnek külső befolyások, kihívások, ahol neki meg kell védenie magát. De ez a kép utalhat egy belső feszültségre is. Amikor felteszi a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, kimutassam az érzelmeimet, igen vagy nem, utal bizonytalanságokra. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ő most maga mögött hagyta ezt a csatateret. Ő lezár valamit, és ezt ő közölni fogja. Érdekes, hogy itt is az 5-ös szám van, ugyanúgy, mint a másik kártyánál. Ezek külső befolyások. Viszont az 5-ös számnak van még egy jelentése is. Képzeljétek el, ez most a 4-es szám lenne. Akkor az arra utalna, itt meg van minden oldva. Itt van egy alap. És akkor hozzájön még egy szám, így alakul ki akkor az 5-ös szám, ami arra utalhat, hogy ha már a másik dolgokat megteremtettük, akkor lehet itt egy új kezdet. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a ravasz róka hamisságokat jelent. Pontosan ez az, amit átélt. Ez volt ez a csatatér. Valaki hazudott neki, vagy becsapta, meglopta. Itt bosszúságokról, hamisságokról volt szó. Szerencsére ő átlátott ezen a dolgokon, és a megoldás ezeket a kapcsolatokat lezárni. De azért mégis óvatos, erre utal ez a napi kártya. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. A héten van egy heti kedvezmény fél áron. Ezt a jóslást úgy hívom, hogy rejtett kincsek, ahol megtekintjük a titkokat, azon kívül jön hozzá az asztrológia, és bepillantunk a 12-es életházba, mert ez a titkok háza. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!